Sziasztok! Köszöntelek benneteket a gyerekmenü mai adásában. Mint mindig, ma is egy csomó meglepetést készítettünk számotokra. Már is mondom, mire számíthattok. Szánkozni minden itt jó, de lehet, hogy magyar kanizsán a legjobb. Mindjárt kiderül. A magyar kanizsai gyerekek kedvenc szánkázó helye a tiszaparti töltés, amelyet ezekben a napokban nagyon sokan kerestek fel. Többen közülük még házi kedvenceiket is magukkal hozták. Vasárnap délután a strandlejáró melletti töltés szakaszra látogattuk el, ahol együtt szánkóztak szülők és gyerekek, közben pedig a teljesen befagyott Tiszát is megcsodálhatták. Mit szólsz ehhez a nagy hóhoz? Örülsz-e neki? Igen. Nagyon vártad már? Igen. Tudod-e, hogy holnap után nem kell menni iskolába? Értesültél-e már róla? Igen, a barátnőm a Fanni hívott. Akkor már tudod, és akkor ez azt jelenti, hogy holnap után is lehet szánkózni, ugye? Igen. Szeret szánkózni? Igen. Kikkel szoktál kijönni? Hát, fölhívom a barátnőimet. Mindig ide jöttek a töltéshez már, amikor ugye van hó. Hát az idén még csak most volt először igazán, hogy van igazán hó. Korábbi években volt-e alkalmat szánkózni? Nem nagyon volt hó, így télen sem. De akkor is bírtam. Valamennyit mindig sikerült? Igen. És korcsolyázni szoktál esetleg menni? Igen. Melyiket szereted jobban? Hát mind a kettőt. Csak egyszerre nem lehet mind a kettőt űzni, ugye? Az elébb apud is itt volt, hova lett ő? Hát elment sielni. És akkor hol siel? Simán, egyenesen sífutást gyakorol? Nem, itt a töltésen. Ja, akkor csak lecsúszik vissza. Igen. Te szoktál le sielni? Nem tudok. Nem szoktatok eljárni valahol a hegyekbe? Nem. Elég ez a hegy neked, ez a töltés, ugye szánkózni? Igen. Ahogy hallom, te is Fanni vagy, igaz? Igen. Milyen Fanni? Rózsa Fanni. Te örülsz ennek a nagy hónak. Vártad-e már nagyon, hogy legyen? Vártam nagyon. Szeret szánkózni? Igen. És tulajdonképpen mi ez a telecsúszkás, ez a kerek? Hogy nevezik ezt? Hát tepsi-popsi. Tepsi-popsi. Nagyon érdekes neve van. Hol lehet ezt venni? Itt vettétek kanizsán a boltban? Igen. És jobb ez, mint a szánkó mondjuk? Hát nekem jobb. Jobban csúszik? Igen. Nem lehet ebből jobban, hogy mondjam, lerepülni, vagy róla leszállni, lerepülni? Nem, inkább a szánkóról. Szánkóról nagyobbat lehet esni? Estéle már. Igen. Ahogy elnéznek, jócskán havas vagy nyilván, egy párszorban megmártóztál ebben a szép hóban. Igen. Nem baj, ugye, hát nem ütöd meg magad legalábbis, te szoktál-e korizni járni? Igen, sokat. Sokat? És neked melyik tetszik jobban? Melyiket szereted jobban? Mindkettőt. Úgy vagy te is, mint a barátnőd? Mind a kettőt? Igen. És meddig szabad ilyenkor itt lenni kint a töltésen? Hát, ameddig akarunk. Nincsenek itt az anyu apu? Hát nekem 4 óráig szabad. Hát az már nem olyan sokára itt lesz, hát még mennyi lehet esetleg, 1 óra esetleg, ugye? Igen. Hát jó, van, addig akkor szánkózzatok tovább, csak vigyázzatok magatokra, és a Tisza felé ne menjetek. Jó. Barnabás, jócskán havas a fejedben a sapka, te belehasaltál a hóba. Igen. Szánkóstól felborultál? Igen. Szeretsz-e szánkózni? Nagyon. Nagyon, és akkor nyilván nagyon vártad már ezt a havat, hiszen ezen a télen még alig volt. Hát igen, jócskán vártam. Kivel jöttél el ide a töltésre szánkózni? Apuval meg a kis testvéremmel. És a tesód az hol van most? Az ott vannak lent a kerítésnél. Lecsúsztak és egyelőre lent maradtak. Hát... Hú, embert készítettél-e már? Még nem bírtam, mert nem tapad a hó. Majd egy másik hóval esik rá, vagy ha elkezd kicsit olvadni és tapadós lesz, ugye akkor lehet csinálni. Ezzel még gyakorlatilag hógolyózni se lehet. Hát igen, nem lehet hógolyózni. Csak a kicsit már megolvadt. És ez a pár óra hossza délután mennyire jó neked? Fázol-e? Fázik-e már ilyenkor a lábod a vége felé? Nem fázik még. Jó, be vagy öltözve? Igen. Persze, hogy vigyázni kell azért, hogy megfázzatok. Meg azért látjátok ugye, hogy a Tisza jege is befagyott, nehogy oda rámerészkedjetek. Igen. Nem akarnék rámenni. A szánkózás nem csak a kisgyerekek szórakozása, hanem a nagyobb legények is már vagy kijönnek ide szánkózni a töltés oldalba. Vártad-e már ezt a havat? Vártátok egyáltalán ki lehessen jönni kicsit téli sportot űzni, ha mondhatom így? Hát vártuk a barátokkal, nagyon jó szórakozni. Csak azt nem szeressük a otthon lapátolni a havat. A város alatti töltésen mindenütt gyerekeket láttunk, akik nagyszerűen érezték magukat.
A hagyományos szánkók mellett sok ötletes megoldással próbálkoztak a gyerkőcök, hogy minél messzebbre csúszanak le a töltésről. Volt ott ütközés, borulás, minden, de szerencsére a vége minden esetben vidám kacagás lett. Azt mondják az időjárás jelentésekben, hogy lesz még hó, lesz még hideg is, úgyhogy gyerekek, használjátok ki ezeket a napokat, a váratlanul elétek pottyant iskolaszünetet, szánkózzatok, korizzatok kedvetekre, de egyre ügyeljetek. A befagyott folyóra vagy a mélyebb tavak jegére nem erészkedjetek. Nagyon veszélyes. Ti szoktátok nézni a Geronimo Stilton című rajzfilmet? Mert én olvasni is szoktam, hiszen Elizabeth Dani rejtélyes kalandokat írt le. Ha még nem ismernétek, elmesélem nektek rejtélyes és érdekes kalandjait. Geronimo Stilton egy nem létező egész véget nevű helyen él. Ő egy világhírű újságfőszerkesztője. Nem erről híres. Közismertségét azzal szerezte, hogy rejtélyes bűnügyeket old meg. Unokahúgával, Teával, aki az újság különleges tudósítója, valamint Trappolával, aki egy igazi tréfamester, és végül Benjaminnal, aki még gyerek, Geronimo legkisebb unokaöccse. A kis csapat bátorsága irigylésre méltó, csavaros eszüknek és bátorságoknak köszönhetően mindig fölön csípik a tettest, és azt meg is írják az újságban. Sokkal érdekesebb a könyvet olvasni, mert olyankor a sztori jobban átgondolható. Dolgoztathatod az agytekervényeidet. Azon, hogy vajon ki az ember, és elkapja-e a tettest. Elmondok róla néhány érdekességet. Tudtátok azt, hogy Geronimo Stilton történetei nem csak azért érdekesek, mert különféle helyi színeken játszódnak, hanem mert különböző ünnepen is történnek kalandok. Legyen bár Halloween, karácsony, Valentin nap, Geronimo Stilton és társai mindig kalandra készek. Ajánlom mindenkinek a sok szép kötetet, amit a Városi Könyvtár gyermek részlegén kölcsönözhetitek ki. A mai szótárovatban a lányok is figyeljenek, ugyanis a bizsú fogalmát magyarázom. Mivel elég sok levelet kaptam, miszerint miért mindig csak fiús témákkal foglalkozom, úgy döntöttem, a mai szótárovatban a lányoknak is kedvezek egy kicsit, éppen ezért a bizsú fogalmát magyarázom. A bizsú lényegében egy gyűjtőnév, amely ékszert jelent. Ez a szó évezredes múltra tekint vissza. A bizsú viselete és a vele történő kereskedelem már az ókori Egyiptomban elkezdődött. Az ékszer alapanyaga leggyakrabban ezüst és arany. A gyémánt ékszer is nagyon elterjedt manapság. Azonban ebből van a legkevesebb, ezért ez a legértékesebb drága kő a földön. Nem sokan engedhetik meg maguknak egy gyémánt ékszer megvételét. A bizsú ára az anyagtól függ. Minél tömörebb egy ékszer, annál drágább. Ezt karátban mérik. A hétköznapi nyelvben a bizsú szó elterjedt jelentése olyan ékszer, amely nem nemes fémből és drágakőből, hanem valamilyen olcsóbb anyagból készül. Ilyenek az acél, a réz és különböző ötvözetei kerámia, fa, műanyag, műgyöngy és akár még műanyag is. A bizsúk egyik legjobb tulajdonsága, hogy nem csak a hétköznapokban, hanem hivatalos alkalomkor is helytállnak. Csak egy apró bros elég ahhoz, hogy ruhátok elegánsabb, ti magatok pedig magabiztosabbak legyetek. De azért vigyázzatok, mert ha túlzásokba estek, akkor gicsessé válhat az öltözetetek. És hogy mit jelent a gics? Az a jövő heti adásból kiderül. De
Dani és Mati Szlovéniát mutatja be nektek. Pozdravljeni, azaz szervusztok, csak éppen szlovéni. Így van, hiszen ma Szlovéniával fogunk foglalkozni, szóval irány Dél-Európa, azon belül pedig Szlovénia, vagyis hivatalos nevén Szlovén Köztársaság. Szlovénia Dél-Európa egyik kis területű állama. Nyugatról Olaszországgal, észak-keletről Magyarországgal, északról pedig Ausztriával határos. Rövid tengerpartja van az Adriai tenger mentén. Szlogénia szerint Európa zöld szíve. Szlovénia fővárosa Ljubljana. Ljubljana területe 275 négyzetkilométer. Szlovéniában a hivatalos fizetőeszköz az euró. A weboldalak végén pedig a pont SI domain szerepel. Szlovénia 12 régióra oszlik, melyek közül külön megemlíthetjük a Muravidéki, ahol nagyobb számú magyar él. Pontosabb városok Maribor, Ptuj, Krany, Célje, Ljubljana, a főváros, Nova Gorica, Novo Mesto és az Adriai tenger partján lévő Piran és Koper. Szlovénia egy nemzeti parkkal büszkélkedhet, a Triglav nemzeti parkkal. A Triglav nemzeti park Bled közvetlen közelében terül el. Szlovénia a legszebb területét öleli fel, csak nem Júliai Alpok egészét. A nemzeti park területe nagyon színpompás és változatos. A park közepében fekszik Triglav szlovéniai legmagasabb csúcsa. A Triglavról minden irányban mély és meredek völgyek találhatók. Túlnyomóan a gleccseri eredetűek, több helyen még legeltetik a szarvasmarhát és hagyományos módon készítik el a sajtot. Én egy kicsit megéheztem a sok beszédtől. A szlovén konyha ugyanolyan változatos, mint a táj. A virsli, a disznósült és a savanyú káposzta Szlovéniában is kedvel. Ízletesek a levegőn szárított sonkák kolbásza. A kiterjedt erdőknek köszönhetően sok vadhúst is fogyasztanak. A húsokhoz követként szívesen kínálnak burgonyát és tésztát. Helyi specialitás a hajdinadarából készült galuska. A tengerparton a friss hal is gyakran szerepel az étrenden. Legjellemzőbb az aranykeszeg, a tengeri fogas, a tengeri sügér és a szardínia. Kagylót, osztrigát és rákot is fogyasztanak. Az olasz tésztaféléket is megtaláljuk. A raviolik, a risotto és a pizzák. Édességek közül kedveltek a rétesek, a torták, a palacsinták és a krémes. Ennyi volt nára a beszámolunk Szlovéniáról. Jövő héten Görögországgal fogunk foglalkozni. Zbogom! Márti, a mókusokról mesél nektek a Tudod-e rovatban. Tél van. Ilyenkor az erdő lakói mind úgynevezett téli álmot alusznak. Mivel elég sok kuk volt már, ezért egy különlegeset választottam, mégpedig a mókust. A mókusok az emlősök rendjéhez és a rágcsálófélék családjába tartoznak. Nevezik még cibókoknak is őket. Élőhelyei: Ázsia, Európa. Testhossza elég kicsi, 30-45 cm-ig terjedhet. Teste meg a 250 és 500 g közötti. Ez az évszaktól függ. Télen nagyobb a tömege, nyáron kisebb. A téli bunda a nyárinál vastagabb, szürkébb, sötétebb. Bundája különféle barnás árnyalatokban játszik. Ez a színváltakozás az átszázásban játszik fontos szerepet. Nagyobb kertekben és parkokban, ligetekben is található, valamint könnyen etethető és szelíthető. Fán él magasan a fatörzs és az odú közelében. Az odút a fatörzs közelében találjuk, egy kis résecske a fán. Tápláléka lehet: toboz, gomba, fakéreg, magyaró, bükmak, bogyó, rovarok, tojásai, madárfiókák és gyümölcsök. Ágról ágra ugrálva lépked, és akár 4-5 métert is képes ugrani. Az erdőkben nagy mennyiségben ugrándozik a létszámuk. Legfőbb ellensége az ölyv, a híja és a nyuszt. Naponta 10-15-ször eszik. Ők 2-3 évig élnek. A farkuk nappal az ágokon való ugrálásban, éjjel viszont egyfajta tartóként segíti őket. Amint említettem, ők is alusznak téli álmot, ám sokkal rövidebb ideig, mint például a medve, vagy másmilyen nagyobb állat.
Hogy melyik állat meddig aluszik téli álmot, az függ a nagyságtól és a zsírrétektől. Aki még nem látott vagy nem hallott a mókusról, neki íme egy példa, ahogy ma bemutattam. Aki pedig tudja mi az, remélem részletesebben is megismerkedik majd vele. Tartsatok velem a jövő héten is, hogy érdekességeket mesélhessek nektek. Sziasztok! Remélem jól szórakoztatok, jövő héten is találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időpontban. Sziasztok!